Egy nehézségekkel teli búzatermesztési idény mögött állunk, amelyben a szárazság és a gombabetegségek okozták a legnagyobb problémát, nyilatkozta Radivo Jéptics, az Újvidéki Növénytermesztési Kutatóintézet szakembere. A búzát az 582.000 hektárnyi vetésterületéről a nyári esőzések miatt csak szakaszosan lehetett betakarítani, és emiatt hektoliter tömege folyamatosan csökkent. Északbácska is Bánát egyes területein későn érkezett a vetésre a tavaszi eső, és ott az átlagosnál 30%-kal kevesebb búzát arattak. Nagyon gyönge az eredmény, ha nézzük a termés mennyisége, most meg az ára pedig nagyon sajnálatos, kevés. Mennyit fizettek a felvásárlók? Hát az a 16-17, most már 18 is megmondják, hogy lehet, hogy több is lesz, de hát már amit átadtunk, annak most már több nem lesz. Magyari tövén 33-34 méteres átlagunk van a búza terméssel. 18 dináros áron megyen a búza. Így jelenleg ilyen 3-5 napos kifizetéssel. Hát szóval lehetne jobb is, amit hát bízunk hozzá, hogy majd lesz is jobb. Csak hát sajnos egy hónap ezelőtt még 23-24 dinár volt a berzán, most még a 17,5-18 dináros áron üzletelnek a berzán vele, ami hát előtte megért, akkor most is megérne mi búzánkat is annyira megvenni. Dr. Miroslav Malesevic termesztési technológust idézve a Politika azt írja, hogy Szerbia elveszítette tekintélyét a búzapiacon a gyenge beltartalmi értékű áruja miatt, és külföldi értékesítésekor ez jelenti a legnagyobb problémát. A gazdáknak nem a magas hozamra, hanem a jó minőségre kell törekedniük, ha magasabb árat akarnak a búzájukért. Ezt az állítását megerősíti az újvidéki terménytőzsdei kereskedés is, ahol a 13%-os fehérje tartalmú búza kilójáért a hét elején 18,5 dinárt fizettek.